Több mint 2 milliárd forintot fordított fejlesztésekre 2015-ben Kisvárda. Idén a turisztikai beruházások kapnak nagy hangsúlyt a városban. A strand mellett egy 4 csillagos szálloda épülhet, év végére pedig elkészülhet a rétközi tó helyreállítása. Sezták Miklós fejlesztési miniszter a napokban bejelentette, egy 2500 fős stadion épülhet a szabolcsi városban. Nagy hangsúlyt fektettek a felzárkóztató beruházásokra Kisvárdán, egy közel 700 millió forintos nemzetiségi roma kulturális integrációs program részeként módszertani és oktatási központot építettek, valamint elkészült a Sólya Miklós szociális ház fejlesztése is. Keopos pályázatokra összesen több mint 1 milliárd forintot nyert el 2015-ben a település. Kisvárdán tavaly fejeződött be a több mint 3 milliárd forintos Felső-Szabolcsi Kórház beruházás is, ahol új központi technológiai tömböt alakítottak ki, műtővel, sterilizáló és intenzív osztállyal. Ezek mellett a város művelődési központját is felújították, valamint 3 helyen alakítottak ki infrastrukturális hátteret a képzési központok számára. Így 2016-tól turizmus, vendéglátás és mezőgazdasági mérnök szakokon szerezhetik meg a Debreceni Egyetem diplomáját a Kisvárdai Közösségi Főiskolára beiratkozó hallgatók. Stúdiónk vendége Leleszi Tibor, Kisvárda polgármestere. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét kívánok. Tisztelettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Hát azt a bizonyos 2 milliárd forintot ebben az évben jelentősen túlhaladja, azt gondolom, Kisvárda, csak a turizmus fejlesztésére. Így van, tehát Kisvárda vezetése elkölthet abban, hogy Kisvárda régi fényébe pompázon újra egy gazdasági, kulturális, oktatás és turisztikai sportközpont legyen. Ebben az évben olyan beruházások indulnak el, amelynek jelentős része a turizmus, a térségi szerepnek a kiemeléséről szól, oda vonzani a vendégeket. Ahogy a feljátszásban is elhangzott, sorra indulnak a beruházások. Első beruházás egy sportszálló megépítése, mellette egy 8 lakásos apartmanházzal, ami hamarosan elkészül a terve, szó van a stadion építéséről, ami több mint 2500 fő befogadására lesz alkalmas. Emellett a várfürdőnek a teljes felújítása, nagyon komoly összegből, 2 milliárd forintból kerül majd szépé tétele turisták ide csalogatására. Aztán, ami a szintén ezen a környékén, aminek szintén nagyon örülünk, hogy a vár felújítása szintén egy első lépcsős projekt, amit több mint 1 milliárd forintba fog szintén megújulni, és méltó hátteret fog adni a hagyományos Magyar Színházok Fesztiváljának. Mennyire lesznek lépcsőzetesek ezek a beruházások? Nagyon sok minden elindul ebben az évben. Melyiknek mikorra várható a befejezése? A befejezések a legkorábban, ami elindulhat a szállodáról, beszélhetek a sportszállóról, azt követően a stadion, ez jó esetben a következő évnek a vége, várható augusztus körül, illetve a többi beruházásnak a befejezése az azt követő évek tavassza, évvégéje. Ahogy én kiveszem, több lábon próbálják a turizmust megszilárdítani. Egyrészt sport, másrészt kultúra, harmadrészt épített örökség. Így van. Hogyan épül ez egymásra, illetve milyen kiegészítő fejlesztéseket gondolnak például a sport területén? Óriási lehetőséget nyújt nekünk a terület, hogy ezen beruházások, ezek szinte egy helyen zajlanak. Egy helyen zajlanak, 600 méteren belül elérhető lesz a sportlétesítmények, a várfürdő balneológiával, a szálloda, a vár, ez mind egymás mellett helyezkedik el. Tehát mindenki megtalálja a számítását, a gyógyüdülésben, a színházi előadásokban és a sportban. És van még egy szerencsés helyzete Kisvárdának, hogy közel van a rétközi tó 5 kilométerre Kisvárdától, ami szintén egy teljes megújulás kap, már most fel van töltve, azt követően a környéken ott nyilván lesznek lehetőségek turisztikai létesítményekre, erdei iskola, szabad strand, szörfözés, tehát a vízisportok megvalósítására, és még egy nagyon fontos vonzása van, a tó az nem messze, néhány kilométerre ott van Tisza. A Tisza pedig alkalmas lesz arra, hogy akár tóról rögtön közvetlenül át lehessen kajakozni,
és a vízszintet pedig biztosítja egy szivattyú állomás a Tiszán, ami állandó szinten tartja majd a létközi tavat. Körbe kerékpárút lesz, tehát egy csodálatos rekreációs hely lesz, illetve a vár mellett is lesz egy tó, ami hasonló szerepet tölt be, amit szintén már megvalósítottunk, tehát a tó ki van alakítva. A szabadidősportok mellett én azt gondolom a versenysport is elég komoly hangsúlyt fog kapni, hiszen úgy tudom labdarúgó akadémiában gondolkodnak, illetve a helyi oktatási intézmények sport életét is egy kicsit fejleszteni szeretnék. Pontosan. Ami nagyon fontos, két olyan létesítmény, ami biztosítja a fiatalság számára a sportot, az utánpótlást. Egyik a labdarúgó akadémia, amihez szintén elnyertük már a pályázati összeget, ami megvalósul egy iskola területén. A másik a kézlabdában a Szent László gimnáziumban épül egy sportcsarnok, szintén az utánpótlás biztosítására. És célunk az, hogy a térségi szerepet betöltve, ez jelenti egy tágabb térséget és egy szükebb térséget. Egyszer a vonzás körzetünk, ami elég nagy, 60 ezer lakos, vagy akár 100 ezer lakos, onnan a fiataloknak a felkészítése a sportra, az akadémiákon keresztül kézlabdára, labdarúgásra, és mind a turizmusban, mind pedig a sportban nagy lehetőséget látunk abban, hogy közel van, ugye Szlovákia felvidék, közel van Kárpátalja, Ukrajna, és a strand vendégeinek a nagy része egy hétvégén 3-5 ezer ember a Szlovákiából érkezik. Ez azt jelenti, hogy ez a komplex fejlesztés tulajdonképpen szélesíti a lehetséges turisták körét, hiszen és ugye lehetővé válnak akár sportversenyek megrendezésével ennek a turisztikai létszámnak a bővülése. Igen, azt pont ezt szeretnénk, hogy egy olyan tematikus parkokkal, kalandparkokkal, Robinson szigetekkel a tó körül, hogy minden korosztály és minden területről érkező ember megtalálja a szórakozási lehetőséget. Legyen a sport gyógyvíz, tehát ne egy-két napra jöjjenek Kisvárdára, hanem több napra, és azt is szeretnénk a térségi szerepben erősíteni, hogy közös programok, műsorfizetekkel, programfizeteket létrehozni, hogy a környező falvakat is erre felfűzni. Minden faluban most már nagyon komoly rendezvény a falvakban is, a mi kulturális rendezvényenkkel együtt, hogy több napot, akár heteket töltsenek el Kisváron a vendégek. Ez egy óriási komplexum lesz ezek szerint, nagyjából egy helyen, és ez gyakorlatilag másfél év alatt megvalósul. Azt jelenti ez, hogy másfél éve van Kisvárdának arra, hogy erre felkészüljön szakembergárdában és befogadókészségben város részéről. És ezért is kezdtük el a Debrecen Egyetemben az együttműködést, és pont a turizmus vendéglátást indítjuk ebben az évben, azért, hogy mire a hallgatók végeznek, tulajdonképpen legyenek olyan szakembereink, akik tudják működtetni a létesítményeket. Ez a képzés duális lesz, tehát ők rögtön részt vesznek a gyakorlati képzésben, és azt követően pedig egy másik fontos célom, mint polgármesternek, meg városvezetésnek együtt, hogy a fiatalság megtartása, Kisvárdán tartása, és ezek olyan lehetőséget fog teremteni munkahelyben, ahol van rá esély, hogy nálunk maradjanak. Mit jelent ez foglalkoztatásban? Jó kérdés, ezt össze kell adnunk, hogy nyilván egy mennyi ember kell működtetéséhez, nyilvánvalóan a stadion működtetéséhez is több ember kell, legalább 20 ember gondolom én, ugyanúgy a szálloda, ott egészen a kiszolgálástól, a főzésig, konferenciák szervezéséig szintén emberek kellek, a balneológiára megint egy más szakmai igény van, szakmai gárdára van szükség, ugyanúgy a strandon, látványelemeknél szintén egy nagyon komoly létszámot kell majd biztosítanunk és fölvennünk. Hosszú távon milyen hatással számolnak? Nyilván ennek van egy gazdaságélénkítő hatása is, hiszen ha ott nagy létszámban turisták megjelennek, azért a helyi vállalkozásoknak egész más lesz a lehetőségük. Így van, én bízom benne, hogy a helyi vállalkozásoknak ez úgymond serkenti, hogy minél több kiszolgáló étterem jöjjön létre, ahol a vendéglátás, és ez kiegészül akár a létközi tóval, a létközi tó környékével, és ezt tudjuk biztosítani. Vajon hogyan sikerül megtartani egyúttal a város élhetőségét is, hiszen lehet, hogy valaki pont azt szereti Kisvárdában, hogy egy nyugodt, csendes város, ehhez képest ez egy nagyon nagy változás lesz. Én úgy azt tapasztaltam az elmúlt években, hogy a város, alulvárost úgymond felébresztettük, közösséget akartam teremteni,
nagyon sok olyan rendezvényt építettünk be a városi programokba, ahol hála Istennek az emberek följönnek most már. Vannak nagyon komoly, nagy rendezvényeink, ugye tavaly indult a Lesz Fesztivál, a Színházi Fesztivál, családi napok, ahol egy közösség van együtt. Ugyanakkor megvan az a karácsonyi kavalkád, gyertyagyújtás, ami szintén közönségteremtő, és itt több százan jönnek fel, több ezeren vannak jelentkezve a rendezvényeken. Én úgy láttam, hogy a közösség igényli ezt, hogy legyenek programok, a város éljen újra, és mi ezt segítjük. Ezek szerint nem csak a turisták, hanem a városlakók is profitálnak majd ebből. Hiszem, hogy igen. Polgármester úr, köszönöm, hogy eljött a stúdióban. Köszönöm szépen a meghívást.